Miközben bosszonkodunk azon, hogy a 400 vegyesen hosszú Katinkának nem volt elég szerencséje, ne feledkezzünk el Mihályvári Farkas Viktóriáról, a Ferencváros úszónőjéről, aki ezen az olimpián a Ferencvárosnak először szerzett pontot, méghozzá egy pontot a hatodik helyel. Ez egy óriási nagy siker, ugyanabban a versenyszámban, mint amiben Katinka úszott. És mindjárt ne szomorkodjunk azon sem, hogy valamivel rosszabb eredményt ért el, ugye a döntőben, mint az előfutamban, hiszen az előfutamban 4.35.99-el került be, és 4.37.75-öt úszott a, a döntőben. Ha ugyanazt megúszza, akkor is Katinka mögött végzett volna, tehát a hatodik helyen végzett volna azzal is. Úgyhogy alapvetően csak gratulálni tudunk neki. Ő már az Európa-bajnokságon megmutatta az oroszlán körmöket. Egy hihetetlen fiatal versenyzőről van szó. A magyar úszás egyik nagy reménysége, hiszen képzeljétek el, hogy 2003. november 26-án született, és igazából, hogyha, hogyha nem lett volna a koronavírus járvány, akkor már 2020 Ban, ugye bekerült volna stabilan ugye a felnőtt mezőnybe, így viszont tulajdonképpen 21-től lett ő stabil felnőtt úszó, és mindjárt az első esztendejében a felnőtt úszásának lett egy Európa bajnoki ezüstérme, ami hát ha mondjuk Katinka nem indult volna, akkor azonnal arány lett volna, de hála Istennek indult Katinka, tehát ezzel semmi baj nincsen és mindjárt ugye az olimpián egy nagyon-nagyon-nagyon szép hatodik helyet is szerzett. Ebben az úszónőben nagyon sok van még, tehát nagyon-nagyon messze van attól, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ez a legjobb eredménye. Simán lehet belőle 4-30 körüli úszó, tehát olyan eredményeket tud majd produkálni, mint amiket Katinka csúcsformája környékén, szerintem pár éven belül. Az kérdés majd, hogy ez mire lesz elég, de mindenképpen ott lesz a világon, ennek a versenyszámnak az élmezőnyében. Erről egyébként Pintér Vanda és Kutasi Gergely, a két edző is egészen biztosan gondoskodik a Ferencváros részéről. Úgyhogy egy nagyon fiatal, de már most nagyon sikeres úszonőről van szó. Előtte a jövő Mihályvári Farkas Viktória ugyanezzel a lendülettel, ugyanezzel az akarattal, ugyanezzel a szeretettel viszonyul a saját úszásodhoz, és viszonyulja az a fantasztikus sporthoz, aminek te most már nem csak részese vagy, hanem sikeres résztvevője is vagy. Ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még jobban tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérek beheteket, hogy támogassátok a munkámat a videó alatt található számlaszámmal. Hajrá Magyarország, hajrá Magyar Úszás, a Jóisten áldjon meg mindenkit!